Budapesti Fogaskerekű Vasút Budapest egyetlen fogaskerekű vasútja, mely a 12. kerületben, a Városmajor és Széchenyihegy gyermekvasút állomások között közlekedik. A köznyelvben csak fogasként emlegetett közlekedési eszköz 2008. augusztus 21-től formálisan a 60-as jelzésű villamos. Az 1874-ben átadott fogaskerekű vasút egyike Budapest legrégebbi közösségi közlekedési eszközeinek. A fogaskerekű nem csak a hazai közlekedésben, de a hasonló hegyi vasutak között világviszonylatban is úttörőnek számít, Európában harmadiként készült el. A korábban szőlőkultúrájáról ismert Schwabhegy a 19. század második felében vált a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére többféle elképzelés is felmerült. Végül egy Európában is újonnan szabadalmaztatott megoldás, a fogaskerekű vasút valósult meg. Európa első hegyi fogaskerekű vasútja, a Vicnaurigi vasút Niklaus Riggenba tervei alapján 1871. május 21-én Svájcban indult útjára, az 1800 méter magas Rigi csúcsra vitte fel utasait. Riggenba találmánya a vasút két sínje között elhelyezett fogasléc, amelybe a mozdony közepén lenyúló fogaskerék kapaszkodik, új fejezetet nyitott a hegyi vasútak történetében. 1873. július 3-án kezdtek hozzá a vasút építéséhez. Normál nyomtávú simpályát építettek, a simpár közé fogaslécsint helyeztek el. A vasúti pálya teljes hossza 2883 méter, emelkedése a két végállomás között 259 méter volt. Mivel a vonalon csak egy vágányt építettek, vasúti kitérőt kellett beiktatni, hogy az egymással szemben haladó vonatok elkerüljék egymást. Ezt úgynevezett tolópadok alkalmazásával oldották meg. Beiktatásuk lehetővé tette a később általánossá váló 30 perces menetsűrűséget. A vasút alsó, városmajori végállomásán svájci mintára egy kétszintes, felül favázas impozáns indóházat emeltek. A freskókkal, fafaragásokkal díszített épület homlokzatán a fogaskerekű vasút fogadta a látogatókat. A fogas felső végállomásán szintén hasonló, emeletes, favázas állomásépületet emeltek. A fogaskerekű vasút megindulásához a svájci Winterturból szereztek be három, 120 lóerős gőzmozdonyt, a Bécs melletti Hernalser vaggonfabrik gyárból pedig tíz darab zöld színű, nyitott személykocsit, valamint három fedetlen teherkocsit vásároltak. A fogaskerekű vasút kevesebb, mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor, másnap pedig a menetrendszerű forgalom is megindult. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április 15 és október 15 között üzemelt a fogas a személyszállítás mellett teherforgalmat is bonyolított. A teherforgalmat a II. világháború után szüntették meg. A forgalom növelése érdekében már az 1880-as évek végén készültek tervek a vasút meghosszabbítására. Egy normafáig elérő szárnyvonalról és a Széchenyi hegyig való vonalhosszabbításról tárgyaltak, végül csak ez utóbbi megvalósítására került sor. A vonal Széchenyi hegyig való bővítéséről 1889-ben kötöttek megállapodást. Az új 850 méteres szakasz 1890. május 15-én nyílt meg, és ezzel a vasútvonal teljes hossza több mint 3,7 km, emelkedése 327 méter lett. 1895-ben a svájci fenntartó vállalat megszűnése miatt a fogaskerekű vasút a svábhegyi fogaskerekű vasút részvénytársasághoz került. 1910-ben a lakosság kérésére bevezették a téli üzemet is. Ehhez alkalmazkodva átalakítottak néhány kocsit, beüvegezték, kájhákkal látták előket. A télen is működő fogaskerekű a rendszeres utasellátás mellett a téri sportok kedvelői számára is igen hasznos volt. Szánkózni és siáni vágyók százai jutottak fel a vasúttal a Svábhegyre, illetve a Széchenyi hegy tetejére. Története során a veszteséges üzemeltetés miatt többször felmerült a fogaskerekű vasút megszüntetése. Sokan a villamosítástól remélték a vasút megmentését. A vasút villamosítása közel 100 éve, 1929-ben fejeződött be, július 2-án pedig elindult a világ első villamosított fogaskerekű vasútja. A villamosüzemre való átálláshoz 8 darab, mozdonyból és pótkocsiból álló, rovan rendszerű szerelvényt rendeltek a gancgyártól. A gőzüzemű vasút személykocsiait is átalakították, így azok a szerelvényhez kapcsolható pótkocsiként továbbra is forgalomban maradtak. A villamosított járművek már sárga színűek voltak, ennek megfelelően a régi kocsikat is ilyenre festették. Ezek a járművek egészen 1973-ig maradtak használatban. A második világháborúban a fogaskerekű vasút is jelentős károkat szenvedett. Ekkor pusztult el a városmajorban álló állomásépület is. Az 1944 decemberi leállás után csak 1945 júniusában indult újra a forgalom. 1948-ban a fogaskerekű egy igen szokatlan feladatot kapott, az épülő úttörő vasút járműveit szállította a Széchenyi hegyre. A következő időszakban a veszteséges üzemeltetés miatt ismételten szóba került a fogas megszüntetése. Felmerültek olyan vélemények, hogy a fogaskerekű vasutat autóbusszal vagy trolibusjáratokkal is lehetne pótolni. Budapest első buszjárata 1909-től már járt a Svábhegy és a Jánoshegy között, azonban nem volt gazdaságos az üzemeltetése, így hamar megszűnt és csak 1955-ben indult újra a forgalom. 1968-ban a január 1-én megalakult BKV üzemeltetésébe került a fogaskerekű. A megszüntetés gondolatát végül csak 1973-ban vetették el. A Budapest Egyesítésének századik évfordulójára készülő főváros a fogaskerekű vasút megtartása és felújítása mellett foglalt állást. A felújítás aktualitását nem csak az Egyesített Budapest centenáriuma adta, a fogaskerekű megépülésének századik születésnapja is közeledett. Ez a felújítás nem csak a vasútvonal megújulásával járt, új állomásépületeket, várókat emeltek, s lecserélték a járműparkot is. Az üzemi feszültséget a korábbi 600-ról 1500 voltra emelték. A menetidő rövidült, lefelé 19, felfelé 18 perc lett. Kivonták a forgalomból az addig használatos járműveket, köztük az akkor már 99 éve közlekedő, még a gőzvontatás időszakából származó pótkocsikat. Az osztrák SGP cégtől szerezték be az egy motorkocsiból és egy vezetőállásos pótkocsiból álló, ma is közlekedő piros-fehér szerelvényeket. Az 1990-es években is számos felújítást, korszerűsítést végeztek a fogaskerekű vasúton. A fogaskerekű fennállásának legsúlyosabb és egyben egyetlen komoly balesete 1987. január 11-én történt. Az Zord téli időjárásban, felfagyás miatt az egyik völgymenetben közlekedő szerelvény elsődleges fékje használhatatlanná vált, az erdei iskolától a motorkocsi villamos fékrendszere is felmondta a szolgálatot. A megfutamodott szerelvény a vele szemben közlekedővel frontálisan ütközött, a roncsok csak az orgonás megállóhelynél álltak meg. A balesetben életét vesztette a két szerelvény jármű vezetője, valamint négy utas súlyosan, négy könnyebben sérült meg. A mentést és a helyszínelést a szokatlan hideg, a nagy hó és hófúvás hátráltatta, a roncsokat csak egy héttel később tudták eltávolítani a helyszínről. A balesetet szenvedett járműveket a következő években mind helyre állították, a mai napig közlekednek, továbbá a tragédiából okulva az összes szerelvény fékrendszerét átalakították. Az első favázas személykocsik közül egy maradt fenn, amelyet a fogaskerekű vasút születésének 125. évfordulójára állítottak helyre. Ez a kocsi ma a BKV ZRT nosztalgia járataként üzemel. A járműpark egy részét a 2000-es évek elején felújították, a járművek új belső burkolatot és festést kaptak, elektronikus jegykezelőkkel, egyedi ajtónitással, Voltron rendszerű hang és vizuális tájékoztató berendezéssel szerelték fel őket. 2014-ben ismét felújították. Már 16 kerékpár szállítható a hegy felőli kocsi völgy felőli végében, valamint a járműveket ellátták futárrendszerrel és kijelzővel. A fogaskerekű jelenleg a Városmajor és a Széchenyi hegy gyermekvasút között, között közlekedik. Az alsó végállomást a belvárosból busszal, illetve villamossal, a felső szakasz a busszal érhető el. A fogaskerekű felső végállomásától 200 méter sétára található a gyermekvasút Szécsényi-hegyi állomása. A fogaskerekű kora hajnaltól késő estig közlekedik, menetideje 15 perc. Hétköznap jellemzően 20, hétvégén és munkaszüneti napokon 12 percenként közlekedik. A járat normál díszabás szerint vehető igénybe. Kerékpárt szállítani egy vonal, vagy gyűjtőjegy érvényesítésével, valamint kerékpárbérlettel lehet. A kerékpárszállítás hétvégente ingyenes. A kerékpárt a hegy kocsi völgy felőli végében lehet szállítani, ahol egyszerre 16 kerékpár helyezhető el. A járművekbe való be és az onnan történő kiszállás akadálymentes, azonban a piktogrammal nem jelölt megállókban lépcsőbb találhatók. Üzemidőn kívül a térségben közlekedő 922-es, 956-os és 990-es éjszakai buszokkal érhetőek el a fogaskerekű megállói? Felszállás után érvényesítse jegyét!